Megújult utak Tisza-Eszlárnál, a település Tamásbokorral összekötő szakasz újra aszfaltozása, valamint a Bashalmi bekötőút felújítása közel 500 millió forintba került. A német márkák a legnépszerűbbek, közel 10%-kal több használt személyautó érkezett Magyarországra idén, mint a tavalyi első fél évben. Fürtös Fesztivál, a rendezvény sorozat egyik célja az uniós oltalom alatt álló gyümölcs, az újfehértói fürtös megy népszerűsítése. Két külterületi út is megújult Tisza-Eszlár közelében, a település Tamásbokorral összekötő szakasz újra aszfaltozására, valamint a Bashalmi bekötőút felújítására a Magyar Falu program nyújtott támogatást. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A beruházások összértéke megközelítette a 500 millió forintot. A közeljövőben a Tisza-Vasváriba vezető 36-os, valamint a Tokaj felé vezető 38-as számú főút egyes szakaszai is megújulhatnak. Tamásbokor felől Tisza-Eszlár felé vezet ez az út, melynek több mint 1 kilométeres szakaszát már tavaly felújította a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Idén tovább folytatódtak a 36-34-es vonalon a munkálatok, további 3 kilométer hosszúságban immár Bashalom felé is új réteget kapott az aszfalt. A felújított szakaszokat a napokban adták át ünnepélyes keretek között. Ennek a 4 kilométeres szakasznak a felújítási költsége az bruttó 378 millió forint volt, melyet hazai forrásból a Magyar Falu program keretében tudtunk megvalósítani. Ezen felül a Bashalmi bekötő út felújítását is elvégeztük az idei évben. Ez szintén egy 3 kilométeres hosszúságú szakaszt érint. Teljes hosszában sikerült ezt az utat felújítanunk. Itt a profilmarást követően egy kiegyenlítő réteg került terítésre, majd erre került rá az 5 cm vastag kopóréteg. Itt is tartós burkolati jeleket festettünk fel, és mindkét oldalon 1 méter szélességben földpatkát építettünk. Ennek a nagyfelületű burkolatjavításnak az értéke az 170 millió forint volt, amit szintén hazai forrásból a Magyar Közút saját kivitelezésben tudott elvégezni. Látványos felfestések és kis szigetek növelik a közlekedés biztonságot a két felújított szakasz kereszteződésében. Vajda László Tisza-Eszlár polgármestere is a baleset veszély csökkenését hangsúlyozta ki. Mint mondta, az utak használata a rossz állapot miatt komoly kihívást jelentett az autósoknak a felújítást megelőzően. Már a rendőrség, a mentősök is, tűzoltóság is jelezte, hogy próbáljunk odahatni, hogy elkészüljön ez az útszakasz, hiszen nem lehetett, járhatatlan volt, mondhatom így, de köszönjük, ez óriási nagy segítség ezeknek a kis településeknek, hogy itt most a komfort zónájuk emelkedik, tehát, és meg büszkék is lehetünk rá a környező településen, hogy mi megújultunk. Tehát nagyon nagy tisztelet és köszönet jár mindenkinek, az országgyűlési képviselőnek, Óvári úrnak, hogy ez az útszakasz elkészült. Vinai Győző országgyűlési képviselő rávilágított, az elmúlt években több lépcsőben sikerült fejleszteni a közlekedést a térségben. Mint mondta, prioritás volt, hogy a falvak számára elérhetőbbé váljon az autópálya, de fontos volt az is, hogy megújuljanak a településeket összekötő 4 és 5 számjegyű utak. Teljes az öröm, sikerült mintegy 6 kilométer hosszan megújítani ezeket az alsóbrendű utakat, mintegy 460 millió forintból a helyiek örömére. Azt mondták nekem a helyiek, hogy ilyen jó út még soha nem volt. Én azt kértem tőlük, hogy balesetmentesen közlekedjenek, ne hajtsanak gyorsan, tartsák be a szabályokat, és a közút pedig nagyon magas színvonalon végezte a kivitelezést. Köszönjük szépen a megyei közútnak, minden munkatársának azt, hogy ilyen kivitelezést hajtottak végre, és azt, hogy azt a hiányzó szakaszt még betették a közút éves tervébe. Az átadási ceremónián elhangzott, a kormány a Magyar Közúttal közösen azon dolgozik, hogy a közeljövőben a Tisza-Vasváriba vezető 36-os, valamint a Tokaj felé vezető 38-as számú főút egyes szakaszainak felújítása is mielőbb megvalósuljon.
Aki bankszámlára kérte nyugdíjának utalását, annak kedden már ott lesz az évközi nyugdíjemelés a számláján, így július 12-én több mint 1,5 millióan jutnak a járandóságukhoz, tájékoztatott a pénzügyminisztérium. A júliusban érkező plusz pénzzel a nyugdíjasok mellett többek között a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban, az árvaellátásban, az özvegyi nyugdíjban, a baleseti és a rokkantsági járadékban részesülők is számolhatnak. Mintegy 900 ezer nyugdíjas és más ellátásban részesülő választott postai kézbesítést, akiknek a szokásos naptári napon viszi a postás a kiegészítő emeléssel növelt nyugdíjat, vagy ellátást és a visszamenőlegesen járó korrekciót. Az évközi nyugdíjemelés összességében 184 milliárd forintot jelent, csaknem 2,5 millió nyugdíjas számára. Közel 10%-kal több használt személyautó érkezett Magyarországra idén, mint a tavalyi első fél évben. A magyar importőrök helyzetét jelentősen rontja 400 forint körüli értékkel ragadt euró árfolyam is, ami nem változott, hogy továbbra is a német márkák a legnépszerűbbek. Egy német márkájú autó motorterét vizsgálja ez a család, sőt ez a házas pár is elsősorban német márkájú autókat néz. Ez is jól mutatja, hogy a magyar használt autópiacon továbbra is ezek a legnépszerűbb márkák. Sőt, a külföldről importált járművek jelentős hányada is egyenesen Németországból érkezik. A tendencia azt mutatja, hogy itt vannak a legjobb állapotban a használt autók, ezekre szívesen áldoznak a magyarok. Az első fél évben növekedett a használt autó behozatal, de csak kismértékben, sőt az utolsó hónapban már csökkent. Ez annak a következménye, mert az új autó ellátási láncok egészen megrövidültek, illetve az új autó piac teljesen összezsugorodott, hiszen nagyon nagy alkatrészhiány van, ezért nagyon sokat kell várni az új autókra. Ezért ebből kifolyólag sokan használt autót szeretnének vásárolni, viszont használt autóból korlátozott a darabszám, és a Nyugat-Európában is már egyre kevesebb a használt autó, tehát már ott is hiány van a használt gépkocsikból. Ezek átlagos ára 30-40%-kal emelkedett a tavalyi árakhoz képest. Ráadásul a folyamatosan növekvő euró árfolyam miatt a megyében nem ritka az 50-60%-os emelkedés sem. Ennek ellenére most is sokan vásárolnak használt autót. Az idén az első féléves adatok is azt mutatják, hogy növekedett a használt autó piac, tehát kb. 8%-kal a tavalyi év időszakához képest, és ez most nem csak a külföldről behozott használt autókat érinti, hanem a teljes magyar használt autópiac, a használt autóforgalmazás növekedett. Tehát ez azt kell, hogy jelentse, hogy továbbra is megvan a kereslet a gépkocsik iránt. Ez főleg mondom az új autónak a korlátozott darabszáma indokolja elsősorban. A behozatalt visszafogó tényezők ellenére az előrejelzések szerint az importált használt autók mennyisége éves szinten meghaladja majd a tavalyi 132 ezres szintet. Két személy autó ütközött Virányos külterületén szombat délután, az elől haladó gépkocsi a település felé fordult, azonban a mögötte érkező terepjáró már megkezdte az előzését, így egymásba csapódtak. A terepjáróban hárman is megsérültek, őket a mentők helyszíni ellátást követően kórházba szállították. Mindkét autó totál károsra tört, a mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében le kellett zárni a szakaszt. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy munkatársai július 13-án szerdán Nyíregyházán, a Petőfi utca páros oldalán, a Kis Ernő utca és a Széchenyi utca közötti szakaszon fa ápolási munkálatokat végeznek, előre láthatólag 8 és 14 óra között. A munkavégzés idejére a Vasgyár utca irányába a külső sáv szakaszos lezárásra kerül, ezért forgalomkorlátozásra és megnövekedett menetidőre számíthatnak az arra közlekedők. Kérik az autósokat, hogy az akadálytalan munkavégzés és az esetleges kár okozások elkerülése érdekében a feltüntetett időpontban és az érintett szakaszon gépjárműveikkel körültekintően közlekedjenek. A munkavégzés időpontját az időjárási körülmények befolyásolhatják.
Hetedik alkalommal szervezték meg Újfehértón a Fürtös Fesztivált. A kétnapos rendezvény sorozat egyik célja az uniós oltalom alatt álló gyümölcs, az újfehértói Fürtös megy népszerűsítése. A programok között idén is volt főzőverseny, mazsorett és fúvós találkozó. A legnépszerűbb esemény a pénteki koncert volt, melyen több mint 10 000 látogatót regisztráltak. Különleges ételeket kóstolhattak az újfehértói Fürtös Fesztiválra látogatók. A pénteki koncerteket követően szombaton főzőversenyt is rendeztek a városban, melyre nem csak helyi csapatok neveztek. 12 csapat nevezett a főzőverseny, és nagy öröm számomra, hogy a külföldi testvértelepülésekről is eljöttek és főznek is nekünk. Ugye egy lengyel, a lengyelországi Zsaruf testvérvárosunk, illetve a páciumi kiskereki is főznek a versenyen. Mindenféle földi jó lesz itt a nap folyamán, de fontosnak tartottuk azt, hogy minden csapat készüljön valami meggyes ételrel is. Van, aki leves formájában, van, aki sütemény formájában, de minden csapattól kértük azt, hogy valami meggyes finomság is legyen. Hogy itt körbe mentem, láttam babgulyás, lambucot, vadat készítenek, halászlevet, tehát mindenféle földi jó. És ami kuriózum, hogy ökölsütéssel és malacsütéssel is készültünk. Az ítészek gasztró, retro és fürtös kategóriákban zsűrizték a finomságokat. Ez utóbbiban az alapanyagok között az újfehértói megynek is szerepelnie kellett. A helyi Szent István gimnázium csapatának desszertkínálata is az uniós oltalom alatt álló gyümölcsre épült, emellett főételük is megyborral készült. Már reggeltől itt vagyunk, összpörköltet csinálunk, nagyra a kereslet, és kb. 20-25-en. A hagyományos magyar ételeken kívül tradicionális lengyel ételeket is kóstolhattak a látogatók. A Zsarovból érkezett vendégek számos ételkülönlegességet hoztak az újfehértói versenyre. Przygotowaliśmy bigos, przygotowaliśmy zupę gulaszową, gulasz. Bigosszal készültünk, ez nagyon hasonlít a székely káposztára. Különlegessége, hogy több napig élleljük ezt az ételt. Gulyásleves csülök is készült, és lengyel zsír is található nálunk, amiben zöldségek, hús és fűszerek találhatóak, azt uborkával, kenyérekembe szoktuk fogyasztani. Ezek mellett házi készítésű meggyes tésztánk is van. Az ízek kavalkádján kívül szombaton fúvós és mazsorett találkozót is tartottak a fesztiválon. Két nap alatt több mint 10 000 látogatót regisztráltak az eseményen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai csaknem 1 millió forintot érő cigarettát találtak egy személyautóban. Tisza Becsnél ellenőrizték a pénzügyőrök azt a járművet, aminek sofőrje 2 doboz cigarettáról tett bejelentést. A tételes vizsgálaton Ella, a szolgálati kutya is részt vett, akinek segítségével csaknem 600 doboz különböző típusú adózatlan cigarettát találtak elrejtve. Speciálisan csempészetre volt átalakítva a jobb és bal küszöb, a csomagtartó zárhídja, a hátsó lökhárító, a csomagtartó padlólemeze és a tűzfal összekötő gerenda is. A több mint 1 millió forintot érő dohányterméket és az átalakított autót lefoglalták, és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek. Dimenziók címmel egy audiovizuális kísérlet részesei lehettek az érdeklődők a Városi Galériában pénteken. Az esten Nagy Zsuka olvasott fel saját műveiből, miközben a résztvevők vetített képeket láthattak a háttérben. A rendezvényen tokai borok kóstolására is volt lehetőség. Mégis marionett, delej, küllők, sávok, pigment. Néhány Nagy Zsuka eddig megjelent 6 kötete közül, amelyekből a nyíregyházi költő verseket és prózákat válogatott a pénteki felolvasóestre. Zsuka 13 éves kora óta ír, országosan is egyre ismertebb. Munkásságát az elmúlt évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából Bella István díjjal jutalmazták, amelyet olyan fiatal alkotók kaphatnak, akik a nemzeti irodalom értékes hagyományaihoz kötődnek. A szerző munkája miatt Budapest és Nyíregyháza között ingázik, jelenleg új prózai köteten dolgozik, ami várhatóan 1 év múlva jelenik majd meg. A KM12 formáció a Petőfi Klubbal együtt szervezte az estet a Városi Galériában. Ez azért is érdekes ez a felolvasás, mert egy galériába történik, és van egy külön hangulata az egésznek, és a háttérben pedig egy ilyen videó fog forogni, zenék fognak forogni, szóval egy izgalmas kísérlet lesz, és egy interart lesz az egész. A vetített képek jófó munkái, amelyek szervesen kapcsolódtak a felolvasott művekhez.
A mai felgyorsult világban szerintem már nem állja meg a helyét egy kiállítás magába, egy felolvasás magába, mivel a világunk úgy fel van gyorsulva, hogy mobiltelefon által akár 1000 képet megnézünk percek alatt, így szerintem mindent kötni kell, és mindent egyre komplexebbé kell rakni úgy, hogy az ember a mostban azt érezze, amit kell. A különleges esten az érdeklődők az irodalmi és képzőművészeti élmények mellett a borkultúrával is találkozhattak, mivel a szervezők egy tokai pincészet közreműködésével háromféle bort kínáltak a galériába látogatóknak. Elkezdte a felkészülést az NB1-re az A Studio Futsal Nyíregyháza csapata. A Lovas Norbert által irányított együttes célja, hogy újoncként bennmaradjon az élvonalban. A bajnokság augusztus 12-én rajtól a nyíregyháziak a Continental Arénában játsszák majd hazai meccseiket. Az ezüstérem és a serleg jelzi, hogy milyen eredményt értek el az előző szezonban a nyíregyházi futsalosok. Az NB2 keleti csoport második helye azt jelentette, hogy osztályozót játszhatott a csapat, amelyen sikerült kiharcolni az NB1-be jutást. Olyan eredményt sikerült elérnünk, ami párját ritkítja. Én amikor ide kerültem az Érsport Kft-hez, akkor hát mondhatjuk, hogy egy ilyen hobbi futsal csapat volt NB3-ban. Na most két év alatt ugrottunk két ligát. Gyakorlatilag minden várakozás felül múlva, hiszen mi sem úgy terveztük, hogy kötelező feljutni, ha jól emlékszem az elején, hanem hogy legyünk ott az élmezőnyben, vagy legyünk ott az első felében a mezőnynek, aztán ahogy szépen jöttek az eredmények, nőtt a kedv is. És megerősítve a keretet, illetve a Lovas Norbi érkezésével egy olyan csapat formálódott ki a végére tényleg nagybetűvel, akik minden akadályt át tudtak lépni, és persze kellett hozzá nagyon sok minden, az ellenfelek botlásai, a mi gyengébb szereplésünkből való feltámadás, illetve az osztályozón egy olyan parádés teljesítménye az NB1-es TFS ellen, amit szerintem nagyon nagy sportélmény volt. Mint a csapatvezetője elmondta, a játékosok többsége marad az NB1-ben is. Szeretnék lehetőséget adni azoknak a játékosoknak, akik ezt kiharcolták, ezt az NB1-be való feljutást, hogy tegyünk nekik ajánlatot, és próbáljunk nekik lehetőséget adni arra, hogy megmérettessenek az NB1-es mezőnyben is. Ennek megfelelően sikerült a keret nagy részét egyben tartanunk. Volt egy idegen légiósunk, egy brazil játékos, ő nem váltotta be teljes mértékben a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy őtől elköszöntünk, ő már haza is utazott Brazíliába, illetve három játékos nem fog maradni abból a csapatból, aki ezt a teljesítményt végrehajtotta. Van az MLS-nek egy fiatal szabálya, egyébként három korosztályból kötelezően szerepeltetni kell játékosokat az NB1-es mérkőzéseken, a 14-es meccskeretbe. Kell 2001. január 1-e után született játékos, 2002. január 1-e után született, és 2004. január 1-e után született játékosnak lennie minden mérkőzésen. A három új játékos, Petru Martin, Karajnyák Zsolt és Gyulai József, már ők is bekapcsolódtak az elmúlt szerdán kezdődött felkészülésbe. Erőnléti felkészüléssel megy a csapat, a játékosok bírják, jó kis edzések vannak, de ez muszáj. Az én elvem az, hogy egy jó alappal tudunk építkezni, és szeretném olyan erőnléti állapotba hozni a csapatot, hogy bírja az NB1-es tempót. Ezen kívül lesznek edzőmérkőzéseink. Négy edzőmérkőzés már le van kötve, NB1-es együttesekkel fogunk játszani. A Deac, a Berettyóújfalu, a Veszprém az még kérdőjeles egy picit, ott félúton kellene valahol találkoznunk, és az Újpest ellen lesz a főpróbánk. Bízom benne, hogy a csapat felfogja a játékosok, hogy milyen lehetőség kapujában vannak, hiszen az ország legjobb kispályásai közé tartoznak most már. A bajnokság augusztus 12-én rajtol a Futsal NB1-ben. 1-0-ás vereséget szenvedett az NK Celje csapatától a Szlovéniában edzőtáborozó Nyíregyháza Spartakus. Idehaza közben elkészült az NB2 sorsolása, a Spari július 31-én Győrben az Eto ellen lép pályára a bajnokság nyitó fordulójában. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Két külterületi út is megújult Tiszaeszlár közelében, a települést Tamás Bokorral összekötő szakasz újra aszfaltozására, valamint a Bashalmi bekötő út felújítására a Magyar Falu Program nyújtott támogatást. A beruházások összértéke megközelítette a 500 000 000 forintot. Közel 10%-kal több használt személyautó érkezett Magyarországra idén, mint a tavalyi első fél évben. A magyar importőrök helyzetét jelentősen rontja a 400 forint körüli értéken ragadt euró árfolyam is. Ami nem változott, hogy továbbra is a német márkák a legnépszerűbbek. Hetedik alkalommal szervezték meg Újfehértón a Fürtös Fesztivált. A kétnapos rendezvény sorozat egyik célja az uniós oltalom alatt álló gyümölcs, az újfehértói Fürtös megy népszerűsítése. A programok között idén is volt főzőverseny, mazsorett és fúvós találkozó. A legnépszerűbb esemény a pénteki koncert volt, melyen több mint 10 000 látogatót regisztráltak. Július 11-én hétfőn a Kölcsei televízió híradóját látták. Jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden napos gomoly felhős idő várható, az ország északkeleti harmadában napközben zápor, zivatar alakulhat ki, majd estére megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható.